Vagyok, aki vagyok, ez kicsit történelmi elhangzik így. De engedje meg, hogy az intézmény nevében ezt a különleges estét az ön számára, meg a közönség számára is megpróbáljuk még különösebbé tenni. Tudja, mégis csak szilveszter éjszakája, ugye? Egy olyan tehetséges fiatal művész érkezik ide, aki nem az opera színpadon járatos, de valamennyien szeretni fogják, meg nagyon tehetséges. Arról énekel, hogy most múlik pontosan. Gondolom az óesztendő is. Janicsák Veca. Látom, hogy elsuhan, felettem egy madár. Tátongó szívében, szöges drócsőjében szól a szem. Magamat ringatom, míg ő landol egy almafát. Az Isten András! Wie du stürme mich an dem wonnen Mond, in mildem Lichte leuchtet der Renz, auf linden Lüften leicht und lieblich, wunderweben dir sich fliegt, durch Wald und Daumen weht sein Arm, Veronika! Nem lesz a sok szép lett, amit elmondott volna, de sokkal jobb lett volna, hogyha azt elmondhatja, hogy kérem, most következik egy ifjú zeneakadémista, aki jövőre végez, és nagy reménység. Tehetjük így is. Mivel segítsük ezt az ifjú zeneakadémistát? Vagy kivel? Majd megbeszéljük. Én Bécsi vérnő vagyok, s én Franz Kanzlerszba élt, hogy ez nem éppen jó dolog, megérztem az élet. Én védom, könnyen voltam vé, és önnöm olyan szorén, hol sejtettem. Barátaim, engedjék meg, hogy bemutassam a börtön fő igazgatóját, itt ül a Frosztenium Páholyban. Ott van fönn, kérem szépen, ott integet, engedjék meg, M. Kovács, december 29. M. Kovács, december 30. Nem. M.N.O. Ó, Kovács, Szilveszter! Egy látom!
köszönöm, hogy voltak bennünk, és kérem, ne feltételezzenek el tehát arról, hogy amit önök most autózott látni, intézmény maga, ez tökéletes a